Továbbra is jól halad a koronavírus elleni küzdelem Magyarországon. Egyre több ember már a harmadik vakcináját kapja meg, ami a lehető legmagasabb szintű védettséget adja a betegség ellen. Itthon összesen már 5.668.000 embert oltottak be. Három nap után viszont ismét volt halálos áldozata a vírusnak, amely 104 újabb embert fertőzött meg. Gyakorlott mozdulatokkal jól összeszokott csapatként készülnek elő a Fazekas Gábor idősek otthonának orvosa és ápolói, hogy szobáról szobára járva beoltsák az intézmény lakóit. A harmadik oltást is szinte mindenki kérte, a dolgozók és az ellátottak közül is. Én csak azért is kértem, mert mint régi egészségügyi dolgozó tisztában voltam azzal, hogy csak jót akarnak nekem is, én meg a családomnak, meg mindenkinek, aki a környezetemben van. Úgyhogy erre vágytam is, meg az időpontot is vártuk már, hogy na mikor történik. Úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg ez is van, amivel az időseket egy kicsit még jobban védik. A Hajdúbeszörményi idősek otthonában a járvány alatt jól védekeztek. A 137 gondozott közül csak néhány pozitív eset volt az intézményben. Ez köszönhető a nagy arányú átoltottságnak is, ugyanis már az első oltást is szinte mindenki kérte, és meg is kapta januárban. És az oltakozási kedv továbbra is töretlen az intézmény lakói között. Lakóknál gyakorlatilag csak két ember kivételével csak azok nem kaptak védőoltást korábban, akiknek egészségi állapota indokolt. Most az első körről beszélek, mert később, amikor javult az egészségi állapotuk, akkor ők is megkapták. Úgyhogy most mondhatjuk azt, hogy a 137 lakó közül kettő nincs oltva. Hát most ez a harmadik körös nem 135-en kapják, hiszen a 4 hónap még nem mindenkinek telt le. Most 110 fő fog oltást, védőoltást kapni. Kaposváron is megállás nélkül folyik a munka az oltópontokon. Többségében ma második és harmadik körös oltásra érkeznek a páciensek. Fiatal vagyok nagyon, 81 az, úgyhogy akkor muszáj volt ezt elfogadni. Kénytelenek voltunk, mert ez kell. Családban vagy gyerekben nem akarjuk azt, hogy valamit kapjanak tőlünk el. Az oltakozók 6 fajta vakcina közül választhatják ki a számukra megfelelőt szakemberek segítségével. Fiatalok és az ismétlő oltásokra is érkeznek szép számmal. A szakemberek azonban külön felhívják a figyelmet, hogy a harmadik oltás sok páciens esetében kiemelten fontos, és oltassák be magukat. A harmadik oltás ajánlott minden 65 évet betöltött embernek, hogy vegye fel, illetve ajánlott a krónikus betegségbe szenvedőknek, az onkológiai betegeknek, illetve mindenkinek, akinek a házi orvosa vagy a kezelő orvosa ezt javasolja. A napi 270-300 férőhely szinte minden alkalommal betelik a Kaposi Mór Oktató Kórházba. Folyamatos az oltás országszerte, a beoltottak száma napról napra nő. Már 5.668.000-en kapták meg az első oltást, és több mint 5.498.000-en a második dózist is megkapták. A harmadik oltást pedig, amit Európában elsőként Magyarország tett lehetővé, már 96.000-en fel is vették. 3 nap után azonban ma ismét volt halálos áldozata a vírusnak, és 1 nap alatt 104 új fertőzöttet azonosítottak. 83 beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.